Köszöntöm nézőinket, Önök a D+ TV heti hír összefoglalóját látják. Cserna Gábor polgármester vágta át a szalagot az idő előtt elkészült 100 millió forintból felújított csónakháznál, amely így az Országos Kajakkenu Szövetség és az önkormányzat támogatásával szépülhetett meg. Májusban, amikor Cserna Gábor polgármester sajtóbejárás keretében megtekintette, még zajlottak a munkálatok, bár már akkor is a vártnál jobb ütemben, mára viszont el is készült a Dunajvárosi Kajakkenu Szövetség csónakháza, amelyet most ünnepélyes keretek között adtak át. Hát kezdem, hogy rá sem ismerek az épületre. Nem is tudom, hogy mikor voltunk itt, a kolléganőmre nézek a nyáron, másfél hónapja, két hónap ezelőtt, hogy lázasan folytak a munkálatok. De igazából, amikor az ember látványterveket néz, akkor maga elé képzel egy szép épülete. Egy igényes, egy komfortosabb, egy 21. századi épülete. És amikor elmegy egy átadó ünnepségre, amelyből mostanában hál' Istennek volt egy pár a városban, akkor pedig rácsodálkozik, hogy igen, ezt is lehet. Igen, ez maga a 21. század, ez méltó a dunavási kajakosokhoz. A kettő ütemben zajló felújítás első részében a külső felületekkel kezdték a munkálatokat. Ugye pár évvel ezelőtt adtuk át az első ütemet, mert gyakorlatilag a külső megújulásról szól. Egész pontosan, ha jól emlékszem, akkor tető szigetelésről és nyílászáró cserékről. De köszönet a Sportág országos vezetésének, hogy kiemelt beruházásként, kiemelt támogatásként kezelték a dunavási csónakház felújítását. A második ütem közel 100 millió forintból, ebből önkormányzati támogatás ennek kb. Egyharmadából valósulhatott meg. Az épület teljes belső felújítása, gépészet, burkolás, festés és új terek, mert ezt láttuk ugye pár hete, új terek kialakítása. Itt ki kell emelni a vagyonkezelő cégünk, a DVG szerepét, hiszen nagyon flottul, nagyon gyorsan bizonyos dolgokat saját forrásból, gondolok az álmennyezetre, megoldották és nagyon igényesen kialakították a felújított csónakházunkat. Mondhatnám, hogy ilyenkor jönnek az eredmények, már csak az eredmények hiányoznak, itt nem hiányoznak az eredmények. Ez az a szakosztálya a városnak, a Dunafair Sport Egyesületnek, ami eddig is bizonyította, hogy mind az utánpótlás, mind a felnőtt szakágakban vitték a város hírnevét. A 100 milliós beruházás egy harmadát az önkormányzat finanszírozta, ami nagy segítségére volt a szövetségnek. Nagyon-nagyon fontosnak tartom azt is kiemelni, hogy amikor érkezik egy ilyen plusz forrás, akkor az a jó, hogyha ez további forrásokat teremt, és itt nagyon-nagyon jó partnerrel leltünk az önkormányzatba, amit ezúton is szeretnék megköszönni polgármester úrnak és az önkormányzatnak, hogy ők is hozzátettek még egy kis forrást, hogy még egy picit több felújítás, beruházás történjen meg, és így alakult ki egy 100 millió forintos beruházás, amelyhez kétharmadát a Kajakkenu Szövetség biztosította a kormány kiemelt programjának köszönhetően, a másik részét pedig az önkormányzat, és azért azt is ki kell emelnem, hogy az egyesület, a szakosztályvezető, az edzők is nagyon-nagyon sokat tettek azért, hogy ez a felújítás zökkenőmentes legyen, maguk is több alkalommal hozzátettek ehhez a munkájukhoz. Itt azt gondolom, hogy egy igazi összefogás valósult meg, és aki most körbe megy, azért azt gondolom, hogy azt látja, hogy igenis méltó körülmények vannak ahhoz, hogy a fiatalok, az utánpótlás, és egyébként mindenki, aki a szabadidejében sportolni szeretne, az itt Dunaújvárosban, itt ezen a csodálatos Dunaparton erre lehetőséget kapjon. A megújult épület mellett annak is örült a szövetség, hogy azt a tervezetnél korábban vehették birtokba a sportolók. Azt gondolom, hogy minden várakozásunkat felülmúlja most jelen pillanatban az, amit a DVG ZRT kivitelezett, illetve véghez vitt. Nagyon tetszik az épület, nagyon élhető lett, nagyon jók az újra gondolt helység elrendezések, nagyon szépek a használt anyagok, jó minőségűek. Tényleg azt tudom mondani, hogy szuperlatívuszokban tudnék csak beszélni róla. Ráadásul több mint 30 nappal előbb átadták, mint az első határidő lett volna. Úgyhogy szerintem
panaszunk nem lehet, nincs okunk panaszra. A több mint 100 főre dúzott kajakkenu és sárkányhajó szakosztály következő versenye az őszi verseny szezonban szeptember 14 és 15-én lesz. Itt a Dunajvárosi Dunafer kupán, ahova minden érdeklődött kortól, nemtől függetlenül szeretettel várnak. A pótfelvételi időszakkal lezárult a 2019-2020-as felvételi eljárás. A Dunaújvárosi Egyetem az országos 4%-os emelkedés ötszörösét, azaz 20%-os növekedést ért el a felvett hallgatók körében. A nappalis hallgatókat tekintve több mint 24%-os emelkedés látható, míg az intézmény levelező tagozatát 15%-kal többen választották és nyertek felvételt. Augusztus közepéig minden a pótfelvételi eljárásban felsőoktatásban jelentkező kapott értesítést a választott intézménytől arról, hogy hol is kezdheti meg tanulmányait szeptemberben. Az ebben az eljárásban a Dunaújvárosi Egyetemen a nappali alapképzésre felvettek száma 28,5%-kal, míg a levelező alapképzésre 27,6%-kal növekedett az előző évi pótjelentkezéshez képest. Erről sajtótájékoztató részeként számolt be az egyetem vezetősége. Mi voltunk, akik vagyunk, és azt gondolom, hogy sok szempontból ez tényleg azt a folyamatot jelzi, hogy a Dunaújvárosi Egyetem mára egy olyan intézményén nőtte ki magát, ahol már a név is jól cseng, és már egy jó név lett a gyakorlatorientált képzésnek egyik megbízható és perspektívikus képzőhelye. Nagyon röviden akkor a számokról tényleg úgy áttekintésként. Ugye a felvételi kampányról már beszéltünk, hogy ott 499 hallgatóról beszéltünk, ennyi hallgatót tudtunk felvenni. A pótfelvételi kampány során 90 új hallgatóval tudunk bővülni. Ez azt jelenti, hogy a nappali alapképzésre felvettek száma az 28,5%-kal növekedett, a levelező alapképzésen 27,6%-os növekedést tudtunk produkálni. Ez azért nem egy hétköznapi szám egyik sem. Úgyhogy ha az ember azt mondja, hogy a felvételi kampányunk sikeres volt, akkor a pótfelvételi kampányunk pedig rendkívül sikeres volt. Az általános és pótfelvételi összesített eredményeiről már Rajcsányi Molnár Mónika oktatási és általános rektor helyettes beszélt, kiemelte a legnépszerűbb szakokat is. Változatlanul nyilván nagyon sokan jelentkeznek hozzánk levelezőképzésre, és összesen ide is idén 15%-kal többen jelentkeztek, mint a tavaly évben, de nappali tagozatra közel 25%-kal több hallgatót tudtunk felvenni, ami egy nagyon komoly eredménynek számít. Ez látszódni is fog, most a hétvége felé kezdődik el az egyetemen a gólyatábor, tehát ide várjuk elsősorban a nappalis hallgatóinkat, a külföldi hallgatóinkkal egyetemben. Az egyes szakoknak a vonatkozásában erről is az előző általános felvételi eljárásnak a lezárása kapcsán szóltunk, hogy az anyagmérnök szakunkat folyamatosan népszerűsítjük. Itt egy külön ösztöndi programot is hirdetett meg a Dunaújváros Felsőoktatásáért Alapítvány. Minden felvételt nyert elsős nappali tagozatos hallgató még havi plusz 50 000 forint ösztöndíjat kap, aki felvételt nyert hozzánk. És valószínűleg ennek is köszönhető az, hogy idén nagyon szép létszámmal nappali tagozaton is el tudjuk indítani az anyagmérnök képzés, nem csak levelező tagozaton. Hozzátette, egy új szakkal is bővül az egyetem képzési repertoárja, mégpedig a műszaki felsőoktatási szakképzéssel, amelyre 20 hallgató nyert felvételt. A sajtótájékoztatón elhangzott még továbbá az is, hogy az egyetem életében fókuszban a gyakorlatorientáltság áll. Hatalmas siker övezte a Paks 2 Akadémia és a Dunaújvárosi Egyetem ehhez kapcsolódó atomerőművi üzemeltetési szakmérnök képzését, amelynek jelentkezési időszaka ugyancsak lezárult, kiemelkedő eredménnyel. A képzést szeptember közepétől indítják.
Cserna Gábor polgármester fontosnak tartja, hogy tájékoztassa Dunaújváros lakosságát az elmúlt hét eseményeiről, fejlesztéseiről, történéseiről. Ennek kapcsán nyilatkozott ismét stábunknak. Dunaújváros megye jogúvárosban folyamatosak már évek óta a fejlesztések, szinte minden héten történik valami. Erről nyilatkozott most stábunknak Cserna Gábor, a város első embere. És ennek kapcsán beszélt a város és a Vasmű, mint egyik legtöbb embert foglalkoztató cég kapcsolatáról is. A Dunafer ZRP jelenleg ugye nem egészen nyomon követhető módon, de elvileg orosz-ukrán tulajdonban van. 2004-ben privatizálták, mégpedig el kell mondani, hogy akkor nagyon alacsony a részvényeket, akkor nagyon alacsony áron értékesítették. Áron arról úgy szoktuk mondani, hogy elkótyavetyélték az állami tulajdonban lévő Vasmű, mégpedig a mostani ellenjelöltem, a jobbikos Pintér Tamás baloldali szövetségesei. Tehát a mostani MSZP-sek és demokratikus koalíciósok azok, akik együtt elkótyavetyélték, eladták, értékesítették. Nekünk a Vasmű fontos, a városlakóinak, a térség lakóinak a Dunafer sorsa, jelene, jövője fontos. Úgyhogy Galambos Dénes miniszterelnöki megbízott úr, biztos, miniszterelnöki biztos úr bevonásával ismét tárgyalások folynak a tekintetben, hogy a célunk egyértelmű, szinte valamennyi dunajvásival egybevág ezzel az érdekünk, hogy ismét nemzeti, állami, magyar nemzeti tulajdonban kerüljön a Dunai Vasmű. És akkor nagyon bízom benne, hogyha ez megtörténne, akkor jelenlegi kezelhetetlen, orosz-ukrán menedzsment által kezelhetetlen környezetszennyezési problémákra is gyorsabban találnánk megoldást. Viszont megoldást sok mindenre talált és talál a város. Ennek fényében például a Kajakkenu Szövetség csónakházának felújítására is. Ezt is örömmel mondom el a Nemzet Sportvárosában, hogy a Magyar Kajakkenu Szövetség, Országos Szövetség támogatásával Schmidt Gábor főtitkár úr, elnök úr jelenlétében adhattuk át a két ütemben megújított csónakházat, ahol a dunavesi fiatalok, akik az elmúlt hetekben is nagyon szép nemzetközi sikereket értek el, egy modern, komfortosabb, ráadásul költségracionalizált épületben, edzőteremben, konditeremben, öltözőkben sportolhatnak, készülhetnek fel a sikeres versenyeikre. De nem csak a vízi sportok szerelmeseire lehet büszke a város, hanem például a kosarasokéra is. A Sárkányok Dunási Kosarlabda Egyesület tanévnyit ünnepségére kaptam meghívást. A különböző korosztályban utánpótlás korú gyerekekkel foglalkoznak. De Dunás, ahogy említettem, Nemzet Sportvárosa, és igazából még magam sem gondoltam volna, hogy a hagyományosan népszerű és eredményeket elért csapatsportágokon túl, olyan, mint női vízilabda, röplabda, jégkorong, női kézilabda, focin túl, egy nagyon komoly kosárlabda élet zajlik a városban, és örömteli, hogy az ő támogatásukban is részt tudunk venni. A polgármester úr kitért többek között a város egyik legrégebbi útjának a fejlesztésére is. Mert ahogy látható, ismét elnézést kérve a közlekedési problémákért, ahogy látható, nagyjából az utolsó harmadához érkezett a Vasmű felújítása, úgyhogy bízom benne, hogy hamarosan a város vezetése teljes mértékben a felújított 21. századi modern kopóréteggel ellátott városi főutat átadhatja a város lakosságának. Értékelőjében Cserna Gábor megemlítette az önkormányzati támogatásokat is. Ami a gyerekeket érinti, ugye még egyszer ismételném, az a 6000 forintos tanszertámogatás, amelyet mindenki alanyi jogon, minden általános iskolás korú gyermek megkap Dunaújvárosba, és a szociális alapon kapható iskolakezdési támogatás, amely minden elsős és kilencedikes tanulónak jár. Örömteli hír, pont az előbb egy volt kolléganőmmel találkoztam, ő már megkapta az 5000 forintos nyugdíjas támogatást. A cél, hogy október 1-ig, az idősek világnapjáig minden dunajvási állandó lakhelyjel rendelkező dunajvási nyugdíjas megkapja az 5000 forintos támogatást, mert úgy érzem, hogy így tudjuk méltó módon megbecsülni a több évtizedet ledolgozó, akár városalakító dunajvási nyugdíjasokat.
Polgármester úr külön megköszönte a szervezőknek, hogy a nyár utolsó vasárnapját immáron harmadik alkalommal is élménydúsá tették a rendkívül népszerű városrészi nappal a Békeváros részben. Ezzel méltóképpen elbúcsúztatva a nyarat. 31 napi rendi pont megtárgyalása miatt rendkívül ülésre hívta össze a képviselőket Cserna Gábor polgármester. A döntések többsége városfejlesztési témákhoz kapcsolódott. Rendkívüli közgyűlést tartottak a képviselők csütörtökön. Mivel ez lehetett az utolsó ülés az október 13-ai választás előtt, tehát most utoljára ült így össze együtt a közgyűlés ebben a felállásban, összetételben, Cserna Gábor polgármester megköszönte a testület és a hivatal elmúlt 5 évben végzett munkáját. Feltehetőleg a 2014-19-es önkormányzati ciklus utolsó, ez esetben rendkívüli ülését tartja a tisztelettestület. Szeretném megköszönni a 3 alpolgármesteremnek, valamint valamennyi képviselőtársamnak a város érdekében kifejtett 5 éves áldozatos munkáját. Szeretném megköszönni jegyzőasszonyon keresztül a hivatal valamennyi köztisztviselő és egyéb munkavállalói állományába tartozó kollégájának a áldozatos ügyintéző előkészítő munkáját. A terület és településfejlesztési operatív program által fog megvalósulni a budai Nagyantalut felújítása. A kivitelezéshez szükséges pénzügyi fedezet, mintegy 196 millió forint az önkormányzat rendelkezésére áll, a támogatási szerződés június 26-án lépett hatályba. A munkálatokkal a DVG ZRT-t bízták meg az ülésen. Mint már arról beszámoltunk, tovább fejlesztik a Szalki-szigetet a Modern Városok program keretében. Most egy újabb 583 millió forintos beruházás valósulhat meg, a kivitelezéssel szintén a DVG ZRT-t bízták meg. Több intézményi felújítás is napirenden volt. A Fabolyva sportuszodában a gőzgenerátort, a rendőrkapitányságon a szerverterem klímaberendezését, a gyepmesteri telepen a radiátorokat cserélik, ezen kívül a színházban, a Pentelei iskolában és az Eszterlánc tagovodában is végeznek kisebb javításokat. Mindezekre 6,1 millió forintot biztosított a közgyűlés. Schuster Tamás, a Dunajvárosi Rendőrkapitányság vezetője szeptember 1-től új körzeti megbízottat nevez ki óvárosban. Ahogy halad az idő, eljutottunk ismét oda, hogy egy jó kollégánkat, aki már egy éve megbízottként látja el a körzeti megbízotti feladatot új gyerekben, az óvárosban, illetőleg Pálhalmán, hogy ki tudjuk nevezni, mert azt lehet mondani, hogy megérett rá, hogy kinevezhetővé váljon ebbe a beosztásba, és a jelenlegi jogszabályaink, szabályozóink alapján ehhez közülésnek a véleménye kell. Az új körzeti megbízott Demeter Nándor törzsőrmester is szólt néhány gondolatot az ülésem. A kaptány úr is elmondta egy éve, körzeti megbízott új távolás Pálhalmán óvárosban. Én Újtelepen is nőttem fel, elég jó kis kapcsolatokat sikerült képítenem ez alatt a szolgálati időm alatt. A képviselők támogatták a törzs őrmester körzeti megbízotti kinevezését. Új doktor fog praktizálni a 8-as számú felnőtt házi orvosi körzetben. Dr. Surányi Hilda jelentkezett a feladat ellátására november 1-jei hatállyal. Mivel a doktornő a fővárosban él, lakhatási támogatást kért az önkormányzattól, amelyet meg is szavaztak neki. A költségvetés lehetővé tette, hogy az idősek világnapja alkalmából is 5000 forintos támogatásban részesüljenek a dunajvárosi nyugdíjasok. Megbecsült nyugdíjas korú, időskorú állampolgárok, akik álmodulási lakhelyen rendelkeznek, megindult a szeptember havi nyugdíjak folyosításával együtt, és egy polgármesteri tájékoztató levéllel együtt az 5000 forintos támogatás folyosítása, hogy október 1-ig, az idősek világnapjáig valamennyi dunajvárosi nyugdíjas megkaphassa. Ezt a támogatást minden évben legalább egyszer karácsony alkalmával folyosítják az időseknek, de a gazdasági helyzet függvényében akár 2-3 alkalommal is. Ennek tükrében decemberben is kap támogatást, amint egy 12 ezer érintett nyugdíjas. Erről a karácsonyi pénzről hoztak most döntést a közgyűlésem. Élesen bírálta egymást az ellenzéki és a kormánypárti oldal egy-egy napirendnél. A vita során szóba került az internetes felületeken zajló gyűlöletkampány is. 4 éve, illetve 5 éve, vagyunk így együtt. Önök ugyanazt látják, amit mi. Ugyanazt érzékelik vizuálisan, amit mi. Önök tudják, hogy ez a város ilyen fejlődésen még soha nem ment keresztül. És azt is tudják,
hogy ez a kormány támogatása nélkül nem menne. Egy napi rendi pontról zárt ülésen tárgyaltak a képviselők. Az önkormányzati törvény értelmében a képviselőtestületek közgyűlése kitüntetési ügyekről kötelezően zárt ülésen döntenek. Ugye jelen esetben a Dunajvásért díjról döntünk, melynek átadása ugye nemzeti ünnepünk október 23-án történik meg. A díjazott személye a nagy közönség előtt természetesen az október 23-ai díjátadón derül majd ki. Több mint 700 gólyát köszöntöttek a Dunaújvárosi Egyetem rendezvényi sportcsarnokában a Felsőoktatási Intézmény ünnepélyes jubileumi tanévnyitóján. Az őszi szemeszter szeptember 9-én hétfőn kezdődik, és 1700 hallgató kezdi meg tanulmányait. A 2019-2020-as tanév az 50. a Dunaújvárosi Egyetem életében. A jubileumi dátum alkalmából egy tortával is készültek, amelyen a tűzijátékot András István rektor és Cserna Gábor polgármester közösen gyújtották meg, majd ünnepélyesen is megnyitották az őszi szemesztert. A jubileumi tanévnyitón Rajcsányi Molnár Mónika oktatási és általános rektor helyettes köszöntötte az első éves hallgatókat. Beszédében beszámolt többek között az egyetem elmúlt időszakban tapasztalt népszerűségéről és arról a sikeres időszakról, amely számokban is bizonyított. Az országos 4%-os emelkedés ötszörösét, azaz 20%-os növekedést ért el a felvett hallgatók körében. Magyar nyelvű képzéseink viszonylatában örülünk, hogy alapképzéseinkre, nappali tagozatra 25%-kal és levelező tagozatra is 15%-kal több hallgató nyert felvételt a tavalyi évhez képest. Ezzel egyetemünk képzési gerince, a diplomás alapképzés tovább erősödött. A tavalyi évhez képest 18%-kal növekedett államilag támogatott hallgatóink létszáma is. Felsőoktatási szakképzési szakjaink népszerűségét mi sem mutatja jobban, mint hogy nappali tagozatra 10%-kal, levelező tagozatra pedig 45%-kal több hallgatót tudtunk felvenni az idejében. Emellett természetesen egyetemünk mesterképzései is töretlen népszerűségnek örvendenek. Nagyon örülünk annak, hogy az idei tanévben is folyamatosan és újra emelkedett külföldi hallgatóink száma. Az előző évhez képest itt is 20%-kal többen jelentkeztek a Dunaújvárosi Egyetem angol nyelvű képzéseire. Nagyon fontos program nálunk a Stipendium Hungaricum Magyar Állami Ösztöndíj program. Ennek a keretében a felvett hallgatók létszáma 23%-kal nőtt, ami országos viszonylatban is komoly eredménynek számít. Az egyetem szabályait elfogadom és megtartom. 700 első éves hallgató fogadta meg, hogy a tőlük telhető legjobb eredménnyel végzik munkájukat az elkövetkezendő években, ezzel is öregbítve az egyetem hírnevét. Ezért ezt egyetem tartottam, mert erre volt meg a ponthatárom, és sikerült a felvételi, illetve gazdasági és menedzsment szakra jelentkeztem. Egy diplomát szerezek, és hogy egy olyan közösséget kiépítsek, ami így a továbbiakban is működhet. A szakot azért választottam, mert a fele közgazdasági, a fele pedig műszaki jellegű, szóval így több területet is lefed. Sok új barátságot, természetesen tudást, és hát nem tudom, bulizni, élni, tanulni. Nagyon jó a golyatábor, mindenki nagyon kedves, a felsőbb évesek nagyon segítőkészek, és igazából a tankörtársaim is nagyon kedvesek, megismertem őket jobban, mindenki aranyos. Az ünnepségen Cserna Gábor polgármester főként a hallgatókhoz szólt, akik felé háláját fejezte ki, hogy Dunaújváros mellett döntöttek. Nagyon örülök annak, hogy ahogy rektor helyettes asszony fogalmazott, ilyen sok fiatal, ifjú hallgató szavazott bizalmat az egyetemnek, és kezdi el tanulmányait, akár magyar, akár külföldi, 37 országból érkezett hallgatóktól. A Dunaújvárosi Egyetem, mondjuk ki, legyünk rá büszkék, hallottuk a számokat, olvastuk a sajtótájékoztatót, milyen beiskolázásággal bír. Egyértelműen ma már a Dunaújvárosi Alkalmazott Tudományok Egyeteme, ez a magyar felsőoktatás, a magyar kutatás, a magyar innováció meghatározó pillére, és a térségünk meghatározó szellemi bázisa. Erős pillére a Dunaújvárosi Egyetem a térségnek, olyan erős pillére, melyre meggyőződésem szerint egyetemen építeni lehet. A 2019-es 2020-as tanév szeptember 9-én hétfőn kezdődik az intézményben. Ekkor mintegy 1700 hallgató kezdi meg tanulmányait a Dunaújvárosi Egyetemen.
Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!